Köszöntöm a kedves együttegyűjteket. Ja, én köszöntöm. Ellacitatok. Megörvendeztet minket a műveivel, és hát emlékeztünk azon, hogy milyen jó kis kirándulásra vettünk részt Franciaországba 2005-ben. Szajna parti várba, hogy be kellett rohannunk, ami csillogott, villogott. Mindenféle volt ott. Üveg, márvány, gránit, rész, sárga részcső, minden. És aztán meglepetés a toalett felirat után érkezett. Ezt nem folytatom, de egy kellemes élményén közé tartozik, de hát most nem erről van szó, hanem ez is lehetne, mert ez is egy lelet, egy látelet volt Párizsról, és nekünk meg egy lelet volt, hogy minket ott az angyalok, istenek és egyebek ott tartottak a Louvre udvarán üdögélni, mert arra nem volt időnk, hogy ne ismerjük. Mert rövidre szabott volt az idő. Na, akkor ezek után különös szeretettel köszöntöm Nagy Róbert doktort, művészettörténészt, aki szintén először van Balassagyarmaton, és szintén először itt meg kiállítani, de kíváncsian várjuk, ha mennyit fog gondolnak. Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hiszen hölgyeim és uraim, valóban nem először nyitok kiállítást, másodszor nyitok, és másodszor ugyanebben a térben, és ugyanannak a művésznek, Hen Lászlónak. Tulajdonképpen lelet, ezt a címet adta a Hen László kiállításának, és a 9 évvel ezelőtti 2006-os kiállítás itt a Szertemplomban, akkor egy olyan címmel futott, hogy Underground, egy vakont, lapok egy vakon naplójából, vagy valami ehhez hasonló, ez pedig az a címet a kapol lelet. Ebből aztán most teljesen bizonyosságon megállapíthatjuk, hogy Hen László András nagy archeológus. A festők között nagy régész, nem én találtam ki, Pataki Ferenc művész kollégám, festőművész kollégám mondta néhány évvel ezelőtt egy megnyitó alkalmában, hogy ez a Laci, ez nagy archeológus, és akkor még nem tudtuk ezt a leletes kiállítást. Ugyanis azt már tudhattuk akkor is, hogy a Földhöz közeli, ez a kutakodás, tehát a vakondoknak a látmódja és a létmódja, az, hogy túrja a Földet és fölhoz olyan dolgokat, amelyet sokan nem láthatunk, és akkor, amikor kiszippant a levegőbe, akkor egészen új eredményeket mutat, ez jellemző volt a célra. De félretéve a tréfát, az, hogy ez a fajta attitűd, ami a címadást is adja, és tulajdonképpen a kiállításnak az installációja is ezt próbálja felerősíteni ezekkel a kis cédulákkal, mindegyik kép egyfajta lelet. Természetesen nem Hen László András lenne, hogyha ez nem kétértelmű címadás lenne. Ha belegondolunk, hogy mit jelent a lelet számunkra, gondolhatunk az orvosi leletekre is, hiszen ez is egy lelet, de gondolhatunk az archeológus vagy a régészetnek a leleteire. Akármiről is van szó, egy biztos, a lelet valamifajta aktív cselekvés feltételez, meg kell találnunk valamit ahhoz, hogy az lelet lehessen. Ez lehet véletlenszerű is, de lehet teljesen tudatos cselekvény, és amikor ezt a leletet fölemeljük, megtaláljuk, akkor abból új szempontokat, új összefüggéseket villanthatunk föl. Természetesen a leletek lehetnek esetlegesek. Ebben az esetben, amit itt látunk, és a képcímeket, ha majd megnézik, amelyek nagyon fontosak lesznek, bár hozzáteszem, hogy amikor elolvassák, akkor vigyázzanak. Mert Laci sokszor csapdába viszi a címadással a közönséget. Ezek a címek természetesen működnek úgy is, hogyha mi pontosan akarjuk értelmezni, de ezek azt gondolom, hogy metanarratívak, tehát magán a szövegen túlia. Tehát akkor, amikor látunk egy mitológiai idézetet, vagy egy latin mondást, akkor ha úgy nézem a képet, természetesen úgy is működni fog. De ennek nagyon sok rétege lesz. Tehát én azt kívánom önöknek, vagy azt látom önöknek, hogy próbáljanak azon a nyomvonalon elindulni, de aztán igazán engedjék szabadjára a fantáziáikat. Hiszen ezek a leletek voltak éppen
azt is mondhatnám, hogy nagyon intim dolgok, hiszen egy ember életének a törmelékei, töredékei egy kicsit úgy, mint amikor találunk egy palackot, vagy palackostát, vagy mondjuk fölmegyünk a padlásra, és a régi romok, vagy elfelejtett emlékek között kutakodunk, és aztán olyan történetek, az életünkből olyan fontos események, amit mi már rég elfelejtettünk, egyszerűen új megvilágításba kerülnek. Itt is, hogyha szétnézünk, vannak benne olyan képek, amelyre Zoltán is utalt a franciaországi út kapcsán, van a Fontainebleau-ből vagy Barbizonból is egyfajta emlék, tehát a címadásokban ez is megfigyelhető, és aztán van sok más emlék is, természetesen egy életben nagyon sok minden belefér. Egyfajta montázsról van itt szó, olyan ez, mint a néhány évvel ezelőtt volt egy könyv, ami Leonardo da Vinci-ről szólt, és azt a címet kapta, hogy az emlékek katedrálisa. Arról szólt, ami Leonardo fejében lehetett. Az mi agyunk, az egy emlékkatedrális tulajdonképpen. Rengeteg emlék, rengeteg élmény torlódik föl évek, évtizedek alatt, és ebből aztán ki hogyan próbál a mélyéből, mint egy archeológus, vagy mint egy lélekátó fölhozni bizonyos dolgokat. És természetesen a képzőművész egészen másképp lát. Azt is tudnunk kell, aki esetleg ismeri Hen László festői életművét, hogy ezek a képek sok ponton kapcsolódnak az eddigi munkákhoz, hiszen itt két sorozat lett összekapcsolva, de a két sorozat nagyon jól kiegészíti egymást, viszont a mostani, tehát a nagyobb léptékű, a nagyobb méretű képek, azok készültek kifejezetten erre a kiállításra, amelyben olyan alkotásokat láthatunk, amelyek, még egyszer mondom, metanarratívak, tehát elindítanak minket valamilyen irányba, Szikitúra Lasztra, így jutunk el a csillagokig, aztán van olyan idézet, amely Szenekától származik, vagy van olyan idézet, ami a gladiátorokra vonatkozik, hogy az arénában, tulajdonképpen az arénában dönti el a gladiátor, hogy milyen harcmodort, vagy mit választ. Ezek mind-mind olyan történetek, amelyeket értelmezni tudunk, és tovább tudunk gondolni. Azt hiszem, hogy ami érdekes ebben, és én több kiállítását nyitottam Lacinak, egy folyamatos fejlődési sorozatról van szó. Az előző kiállítása egy évvel ezelőtt Legistáció címet kapott, és ez tulajdonképpen már a privát történetünk valamilyen módon kettőnké is, hiszen azt hiszem az ötödik kiállításodat nyitom meg mondjuk 10 vagy 12 év alatt, és ez mindegy egy stáció számomra is. Tehát egy-egy új megismerés, egy-egy új fokozat, egy-egy új szintje a megismerésnek, vagy az ő művészetéről való gondolkodásnak és diskurzusnak, itt is egy tovább lépés van. Tehát nekem, ami elsőre is a szubjektív, az az, hogy Hen László mindig is nagyon finom festői felületeket hozott létre, nagyon apró nüanszokat, nagyon gondosan festi meg a felszín. Voltak éppen nagyon nagy teli találat az, hogy egy szerb templomban egy ilyen szakrális, az ikonfestészetre emlékeztető festészeti életművet láthatunk. Tehát Laci mindig is nagyon odafigyelt minden egyes négyzetcentiméternek, ugyanolyan szerepe van a képfelületnek. Minden ugyanúgy dolgoz meg, tehát minden egyes apró felületnek lényeges momentuma van a képeken. Viszont amiben tovább lépett, a tér. Mindig is szakrális, metafizikus, metaforikus tereket hozott létre, gondolok itt az aranyalapra, egy vizionárius világban járunk, valamilyen módon a művész fejében tekinthetünk bele, de amiben most tovább indultunk, tovább lépett, az az, hogy különböző applikációk kerültek a képekre. Papírdarabok, papírkollázsok. Vannak benne személyesek, vannak benne orvosi leletek, amelyek teljesen új kontextusba, egy új szövegkörnyezetbe kerültek, és vannak benne olyan applikációk, anyagapplikációk, amely egészen finom plasztikát ad a képeknek. Ha megnézik surlófényt, akkor látni fogják, hogy nem csak a sík van, tehát a két dimenzió, hanem bizony ezek a képek tényleg tovább léptek a három dimenzió irányába, tehát egyfajta kísérleti jelleg az, ami itt megfigyelhető. Én azt gondolom, hogy ezekből a leletekből, és nagyon a tanulságosak a címadások is, az egyik kép a római mitológiából vagy a görög mitológiából van, Hestiának az útja, ezt mi nem így ismerjük, Vesztaként, Vesztaszűzként ismerjük, és talán nem ez a fontos, mert félre fogom én is vezetni önöket, hogyha a Veszta történetére vagy Hestiára fogom kihigyelezni ezt, de az minden esetre nagyon sokat mondó számomra, hogy Hestia a görög
olimposzi istenek között a legszegényebb. Ott van a főistenek között, de nincsenek nagy történeteink róla, soha nem tolakodott előre. Ő volt egyébként a házi tűzhelyeknek az őrzője, és aztán így vették át a rómaiak Vesztaként. Tehát a legszegényebb isten, nincsenek hangos történetek, nincsen magánmitológia, és nincs körülötte óriási marketing. És valahol Hellásznál is egy ilyen alakat, én azt gondolom. Ironizáltam ugyanaz előbb a kávéházba, természetesen teljesen másképp gondoltam, tehát 180 fokos parabola tükröt mutatok. És ebben a szempontból ezek mind-mind nagyon meghatározóak. Tehát azt gondolom, hogy úgy érdemes nézniük a képeket, hogy ez a sok rétegűség, ez a sok színűség, ami a képek mögött ott van, nagyon sok esetben szakralitás, metafizikus tartalmak, lírai abstrakció, ez sok esetben felszín. Nézzenek a felszín mögé, olvassák el a képeket, ugyanis tudjuk, a gladiátornak az arénában kell eldönteni a harcnadarát, és kívánom önöknek, hogy néhány perc erejéig így jussanak el önök is a csillagokig, Hen László festészete által. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük a elillanító szavakat, és éljen a kabrázó. Hát. Down.